Január 22-én került megrendezésre a Turivár rendezvénytermében a Városi Magyar Kultúra Napi ünnepség. Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én öntötte végleges formába a himnuszt. Ennek emlékére 1989 óta e napon a Magyar Kultúra Napját ünnepeljük. Az idei rendezvény a hagyományokhoz híven a himnusz elhangzásával vette kezdetét, majd dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár mondott ünnepi beszédet. A magyar kultúra ünnepe van ma azért az örökségé, amelyeket őseinktől kaptunk, és amelyet gyermekeinknek, unokáinknak szeretnénk megőrizni és továbbadni. Kulturális örökségünk része mindaz, amelyet mélyen sajátunknak érzünk, és meg tudunk őrizni a jövő számára. Amikor nemzeti himnuszunk dallamát hallom, szavait kimondom, bárhol is legyek a világban, otthon vagy távol a hazától, egy semmihez nem hasonlítható érzést élek át, az összetartozás érzését. Ez köt össze minket, dunántúliakat, erdélyi vagy az Amerikában élő honfitársainkkal, ez köti össze az anyaországot és a tőlük elszakítottakat. Ez köt össze minket a 21. századból, 1000 év történelmével és bölcsességével. A mi kultúránk összeköti a világ magyarságát és a magyarság világát. Kultúránk, történelmünk része a nyelv, az irodalom, a zene, a képzőművészet, az építőművészet, a tánc, a sport és meg annyi más értékünk összessége. Dr. Kontrát Károly beszédében kiemelte, kulturális életünk kiemelkedő jelentőségű eseménye, hogy 22-től veszi kezdetét az Ybl emlékév, amely a 200 évvel ezelőtt született építészzseni munkásságának állít emléket. Itt Várpalotán az Écsi kastély 1865. évi újjáépítése során dolgozott a kitűnő építész. Az emlékév lehetőséget ad arra is, hogy felfedezzük és megcsodáljuk Ybl Miklós világát, alkotásait, de egyúttal a mai élő magyar építőművészek munkásságára is ráirányítja a figyelmet. Tisztelt ünneplő várpalotaiak! A magyar kultúra napján fontos, hogy az össznemzeti és helyi értékekre egyaránt gondoljunk, hiszen a helyi értékeink alkotják mindazt, ami nemzeti. Gyökereink nem csak a Kárpát-medencéhez kötnek, hanem az általunk szeretett környezet, legyen az a haza bármely pontja, telíti meg élettel azt a szót, hogy édes otthon. Várpalota is büszkén felmutathatja értékeit, hiszen ezek az egyetemes magyar kultúra kincseit képezik. Legyünk büszkék, ha felhangzik a magyar himnusz egy kulturális eseményen, az olimpián, vagy a jelenleg zajló férfi kézilabda Európa-bajnokságon Dániába, vagy bárhol a világon, ahol magyarok élnek. Szívből kívánom mindazoknak, akik a magyar kultúráért dolgoznak, akik a magyar kultúráért felelősséget érdeznek, hogy ez a mai nap igazi ünnep legyen azzal a tudással és meggyőződéssel, hogy amit kultúránk megőrzésére teszünk, azzal nemzetünket, közös jövőnket, Magyarországot szolgáljuk. Várpalota város önkormányzati képviselőtestülete Szelestei László nívódíj kitüntetést adományozott. Hergovics János, a Turi György Gimnázium szakközépiskola és alapfokú művészetoktatási intézmény igazgatóhelyettese részére Várpalota művészeti és kulturális életének alakításában tanúsított, magas színvonalú, példamutató hivatástudattal végzett munkája elismeréseként. Két tehetséges és ismert színésznő, a Jászai Mari díjas Nagy Anna és lánya Huszári Kata irodalmi estje adott méltán színvonalas kulturális műsort a jelenlévőknek. Lázár Ervin felnőtteknek szóló írásaiból nevettető és hátborzongató, szomorú és kedves történeteket válogattak az előadók, akik nem csak jól szerkesztett műsort hoztak a Vár rendezvénytermébe, de azt is a közönség eszébe juttatták, hogy rajtuk kívül kevesen beszélik ennyire tisztán és gyönyörűen anyanyelvünket. A kultúra kedvelő közönség a műsorban Lázár Ervin műveiből a cirkusz, a fázó művész, a bajnok, a hazudósegér, az állatmese, illetve az utazás című írásait hallhatták a művésznők tolmácsolásában. Végül a Mikka Makka és a Dömdödöm párbeszédével zárult a nívós produkció. A bajnok. Hogy a faluból hazajusson Rád Pácegresre, el kellett vennie a Dóki kastély bankja.
magas, kovácsolt vaskerítés övezte a kertet, így aztán csak hallhatta, hogy nagyon vidáman vannak oda bent. Leányhangok csilingeltek, kiáltások csattantak, tapsok. Mereztette a szemét, hát ma lát is valamit. De csak néhány fehér villanás szüremlett át az élősövények társak foltjain. Beugrott a kerítés melletti árokba, talált egy kutyajárt a rést, legugolt bármi befelé. Talpaló más csoport. Előttük valami állványféle. Most befut a képbe egy hófehér sportöltözékes fiú, a gróf fia, neki lendül és átlendül az állványon keresztbetett léc fölött. Tapcsottan a gróf gyerek föláll a homokba és győzedelmesen az ég felé lendíti a karját. Tíli szoknél a pulóverre, ebből át a hatodikat, és most a hetedik elő kirítette az utolsó befőttes üvegét is. Erre az volt írva, Téli tüzelőre. Hát, éppen hogy csak ki tudta belőle fizetni a belépődíjat, de mit érdekelt a pénz? A lényeg, hogy láthatja,